Hát sokszor volt az, amikor azt gondoltam, hogy én vagyok a főnök, akkor elég nagyokat lehet zuhanni. Amikor ez a 100 nap megtörtént, amikor ártatlanul börtönbe zártak, akkor igazán meg lehetett tapasztalni azt, hogy milyen az atyára hagyatkozni, és milyen az, amikor se fölül, se alul nincsen szőnyeg az ember feje fölött, ég, talpa alatt föld, hanem gyakorlatilag ebbe a lebegésbe kell helytállni. Volt 4 fal, az eget nem annyira lehetett látni, még ha ki lehetett buktatni ennyire az ablakot, hál' Istennek ott sem. Éppen akkor mondjuk nincsenek senki cellatársak és egyebek, a rokonok azok legközelebb majd 1 hónap múlva láthatnak. Valójában bezárva voltam mindenfelé, hogy nem maradt irány csak fölfelé. Hát akkor el kellett indulni fölfelé, mert nem tudtam másfelé menni. Egy valakire tudok figyelni, arra valakire onnantól kezdve nem tudok mint eszmére figyelni, csak mint személyre, és akkor azt a személyt kell azokban az időkben megismernem, ezekben a csúcs szuperül rá koncentrált időkre, mint ahogy a csillagok háborújában a halálcsillag így összevonta az erejét, és egy nyalába. Tehát amikor mi össze tudjuk vonni azt az erőnket, és higgyük el, hogy nem csak bennem van ez, meg mindenkiben megvan ez az erő, akkor az hihetetlen nagy erő tud lenni. Az a jó hír, hogy akkor azt mi mindig százszorosan kapjuk vissza. Én személyes élményem, Isten élményem közül az egyik legerősebb az az volt, hogy amikor kiderült, hogy a Juli lányomnál agydaganatot találtak, akkor ugye hát először az ember ez a miért, miért pont velem, miért pont vele, miért a gyerekkel, hogy történhet ilyen, és aztán hamar rájövünk, hogy ez aztán végképp nem a mi kezünkben van. Ki a legnagyobb orvos a világon? Hát, ja, hogy ez is az ő. Na hát akkor esetleg bízzuk a legnagyobb orvosra. És ettől még a mi dolgunkat meg kellett tenni. Be kellett ülni az autó, el kellett menni Debrecenbe, el kellett vinni a lányunkat, ki kellett venni azt, amit ki lehetett venni, amit nem azt mi mai napig imádkozunk érte. De ez a személyes feladatunkat mi csináljuk meg, az azt jelenti, hogy rábízzuk az életünket, és amerre ő mutatja, arra megyünk. Nekünk azért gólt kell lőni. Tehát, hogy itt nincs nagyon mese, hanem itt a saját gyerekünkről van szó. Ha már itt tartunk, akkor ugye milyen érdekes, hogy mi a Juli lányunknál éretért imádkoztunk felségemmel, és ilyenkor azért ezt be lehet képzelni, hogy ezek nem ilyen félváról jövők is elimádkoztunk 10 rózsafűzért, meg 20 miatyánkot, hanem ilyenkor élet és halálért imádkozunk. Tehát ez egy kétesélyes dolog, vagy föl kell a műtőasztalról, vagy nem. És annyira imádkoztunk életért, hogy közben kiderült, hogy lesz egy Máriánk, akire nem számítottunk. És akkor szóltuk az Istennek, hogy de mi nem vagy új életért, hanem az meglévőnek a megmaradásáért imádkoztunk. És hogy ez milyen vicces, hogy a Mária lányunk ezért lett Mária egyébként, mert azt mondtuk, hogy kedves Mária, leszel szíves most ő rá, te figyelsz, mert nekünk most úgy érezzük, hogy az összes figyelmünket leköti a Júlia. És született egy Mária lányunk, Júlia lányunk egyelőre velünk van, járunk MR-re, vannak problémák, ajándékba kaptunk mindig többet, mint amit kérünk. Isten ajándéka az egy ilyen furcsa ajándék a mi életünkben. Nem azt, nem akkor, és nem olyan csomagolásba szokta adni. Gyakran büntetésnek is élem meg. Aztán kiderül, hogy ha kibontom, akkor ajándék van benne. Hát ez a kibontás van, amikor napok, van, amikor hónapok, van, amikor évek. Lehet,
hogy esetleg nem nekem van igazam, lehet, hogy úgy érzem, hogy ezt most akkor nem értem, de az igazi hitem az az, hogy akkor nem baj, hogyha nekem majd a túlvilágon lesz igazam, akkor az igazi igazam van.